Azt hittétek, hogy nyugodt éjszakátok lesz mi? Hát nagyon is tévedtetek, ugyanis megjött az Elek és intézett nektek 2 rövid horrort. Szerintem ez minimum 2 lájkot megérdemelne erre a videóra. Szóval mindenki fejje szét azt a lájkot, és akkor ne is húzzuk az időt, hanem egyből kezdjünk is már az első horrunkkal, amelynek Ghostwriter a címe. Ne csináljátok! A hölgy akkor bizony egy író, és éppen írja a horror történetét, amely egy hölgyről szól, aki egyedül van otthon, és kinyílik az ajtaja. És hát mi is történik vele a valóságban? Hát persze, hogy ez, hogy magától kinyílott az ajtaja. És észre sem vesz, hogy minden, amit leír, az megtörténik vele? Mennyire komoly ez a koncepció? És ahogy kitörölte ezt az egész sztorit, már vissza is csukódott. Csak léci. Ne olyat írjál, hogy valaki meg fogja ölni ezt a hölgyet. Most meg leírja, hogy valaki van az emeleten ennél a hölgynél, aki egyedül van otthon. És már hallja is a lépteket. Hát konkrétan minden valósággal válik, amit leír. Léci, írd már akkor le azt, hogy ennél a hölgynél 1 millió dollár készpénz megjelent az ágyánál. Miért nevetsz te állat? Realizáld már, hogy mégis mit alkotsz te itt. Ne nevessél, ez egyetlen nem vicces. És tudjátok, folyamatosan egyre durvábbakat irogatta, és egyre félelmetesebb dolgok történnének. Egy sötét, viharos este volt, és amint ezt leírta, már is kezdett villámlani. Jaj, de jó! Hát énekeljük el a villámtesó dalt akkor. Mit csinálsz? Mögötte megjelent egy szellem! Te most szándékosan szivatod magadat, vagy mégis Mizu? Meg akarsz halni? Miért műveled ezt? És még parábbá teszi a szellemet. És tudjátok, majd hamarosan jön a horroránál az, hogy a főszereplővel végezni fog. Hát éppen irogatja, hogy a szellem közeledik a lány felé, aki egyedül van otthon, és már a keze hamarosan a lánynak a vállán lesz. Ne már! Majd pedig hirtelen csengetnek. És nála is csengettek. Nem igaz, hogy nem gyanús neki, és még mindig nem esett le, hogy minden, amit leírsz, az valósággá fog válni. Léci, mondjátok azt, hogy egy barátnője jön és megment ebből az egészből. A szellem most konkrétan folytatja a történetet? Kopogtak utána az ajtónál, a hölgy pedig ment is megnézni, hogy mégis ki van ott. De most a szellem, amelyet megidézett az írásával, konkrétan már bárhogy folytathatja a történetet, és bármit írhat, és az fog megtörténni! Hát ez a horror sztori nagyon is valós eseményeken fog alapulni akkor. Nem veszi észre, hogy az utolsó pár mondatot nem ő írta? Nem a legélesebb kés a fiókban. Ez a csajszi. Most realizálja, hogy várjatok, már valamit nem stimmel, ugyanis az van leírva, hogy ez a szellem elkapja a nőnek a fejét, és nagyon is végez vele. És itt is van akkor nekünk a horror sztorinknak a vége. Mennyire ötletesen volt már elkészítve ilyen horrorfilm koncepciót, én még életemben nem láttam, ezért is éltem ennyire. De nyugi, biztos vagyok benne, hogy a kövi horrorunk is rettentő komoly lesz, amely bizony a szerbiai táncoló hölgyről fog szólni. Nézz is már az eredeti táncoló hölgyes felvételeket, amelyeket ugye mi is láttunk. Ezek a kameraképek pedig már az otthonában voltak? Vagy mégis Mizu? Mennyire komoly már ez a kameraszög, hogy telibe ilyen bodycam-et láthatunk kb. Nagyon is ott van az ajtódnál.
Ez egyébként valamilyen parkúros kisfilm lesz ráadásul. Szóval majd ő akkor menekülni fog előle! Mennyire random megjelent a semmiből? Már éppen elhittem, hogy jaj, nem lesz ott az ajtóban semmi, csak így próbál ijesztegetni minket. Közben pedig bám, már ott is van. De mit dobott be? Fú, micsoda színészi teljesítmények vannak. Na de nézzük is, hogy mégis mit kapott a táncoló hölgytől. Egy véres maszkot, és akkor most ő is egy sorozatgyilkossá fog válni hamarosan. Meg miért kaptál egy gyertyát, meg egy öngyújtót? Most valami beteg szertartás fog következni? És így fogsz te is táncoló hölgyé válni, vagy Mizu? És lehetséges, hogy amiket láttunk itt az otthonában, felvételek, azokon ő van? De nem! Hát az OG szerbiai táncolhölgynek teljesen más maszkja van. Csak ő is valahogy bejutott akkor a lánynak az otthonába. Fú, de össze-vissza van ez! Hát rendes elbizonytalan itt ez a horrorunk. De hamarosan majd minden össze fog állni. Hát de ő hagyja el az otthonát, de mégis másfajta maszk van rajta, mint amit kapott. Mégis mi lesz itt? Most láthatjuk a teljes átváltozását, meg bekattanását. De minthogyha a keze alapján nem is hölgynek tűnne. Hát mit szimpkedsz, emberem? Mennyi szívet küldtél a barátnődnek? Szóval akkor ő egy csávó. De ő hogyan fog válni szerbiai táncoló hölgyé, már nem azért? Hogy nyomja az otthonába? Hopp, hopp! Mi ez az egész? Annyira random! Hogy lehetséges, hogy a barátnője változott át szerbiai táncoló hölgyé? Hívja is már az asszonyt! Majd ő megvéd téged, persze! Ja! Aha, most áll össze akkor az egész sztori, szóval az elején a hölgyet láthattuk, itt neki a keze ki is van lakkozva, és akkor ő bontotta ki ezt a csomagot, és ő változott szerbiai táncoló hölgyé, csak időközben hazaért a barátja is, méghozzá erre. Az mondjuk baj! Hát de azért volt fura nekem, ugyanis ő véres maszkot kapott, amely rajta van, az pedig egyáltalán nem véres. Hát milyen hibát vétettek itt a készítők? Ezért kevertek engem ennyire össze. Na de emberem, menekülj már a házból, kérlek szépen! Ő ott eltáncolgat, te pedig menjél onnan! Hogy lehetsz ennyire retardált? És elbújik a szekrénybe! Hát ott lett volna melletted a bejárati ajtó, ne idegesítsél! Remek ötlet volt elbújni oda, de tényleg! Jár a taps neked! Kicsit sem feltűnő! A legjobb rejtek hely! Egyáltalán nem csapdáztad be magad itt, főleg úgy, hogy már a melletted lévő szekrényt nézi. És nem veszi őt észre? Hát ott van a bejárati ajtó, menjél már ki, kérlek! Ja, kicsit sem volt feltűnő. Hogy leütötte a nőjét? Ő megvédte magát nagyon is. Ő már nem a nője volt, hanem a szerbiai táncoló hölgynek. Nagyon is. Egy klónja. Most pedig kizárta saját magát az erkélyre. Ennél bénább rejtekhelyeket, ha nagyon akartál volna, se tudtál volna keresni magadnak. És onnan mégis, hogyan fogsz tovább menekülni? Rendes fel fog idegesíteni ez a horror. És tudjátok, most pedig úgy fog csinálni, minthogyha elmenne bizony a szerbiai táncoló hölgy, csávó pedig kimegy, és bam, lecsap rá. Ki is hívja már a rendőröket? Ő pedig el is megy a házból. Micsoda horrorfilm volt ez? Ez egyébként
Egy több részes sorozat, és most random, a 8. részét néztük meg. Hogyha szeretnétek amúgy, ennek a sorozatnak szenteltünk majd egy külön videót. Na de ennyi is lett volna ez az egész, hogyha bejött nektek, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Én köszönöm szépen a figyelmet, ott van a gameplay csatornám a leírásban, oda is kérek iratkozzatok fel. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!